Európa egyik legnagyobb autógyártója, az Opel, 2017-ben több mint 1 millió autót értékesített. A cég ultramodern Szentgotthárdi motorgyárában üzemanyagtakarékos, 3 és 4 hengeres benzinmotorok, illetve közepes méretű, legújabb generációs dízelmotorok készülnek. A gyár világszínvonalú rugalmassága lehetővé teszi a gyártási terv gyors módosítását, reagálva a változó piaci igényekre. Az utóbbi években több kutatási és fejlesztési projekt valósult meg Szentgotthárdon. Ezek egyike egy innovatív, kollaboratív robotot alkalmazó munkafázis bevezetése volt a gyártósoron, a FANUC-kal együttműködve. Gyárunkban, kimondottan az új Flex gyártóterületen, mind a gyártósorokon, de ugyanúgy a szerelősorokon is jelentős számban alkalmazunk robotokat. Hogy miért a FANUC-ra esett a választás? Azért, mert, ahogy említettem, nagy számban vannak robotaink, és a FANUC-kal nagyon-nagyon jó tapasztalataink voltak az elmúlt időben. Az Opel Szentgotthárd az ipar 4.0 jegyében több kutatás-fejlesztési projektet hajtott végre. Voltak kutatásaink a mesterséges intelligencia területén, érintett kutatások a logisztikai folyamatokat, illetve ami a gyártásban egy úttörő projektünk volt, az a kollaboratív robotunk, ami tulajdonképpen együtt dolgozik egy állomáson, egyetlen idővel az ott dolgozó kollégával. Biztonság technológia most már olyan szinten van, ami a robotot illeti, hogy ott nincs semmi kivetnivaló, nem kell védőburkolattal körbevenni, és a kihívást az jelentette, hogy hogyan tudjuk ezeket az aktuátorokat, a mi esetünkben egy csavarozót úgy levédeni, hogy semmilyen esetben ne történhessen esetleges sérülés. Az elején, amíg ugye nem ismertük, nem tudtuk, hogy működik ez a technológia, természetesen voltak kérdések a dolgozók részéről is, de én azt tudom mondani, hogy a próbák során már a próbagyártás alatt minden ilyen kételj eloszlott, és ma már munkatársként kezelik a robotot az ott dolgozó kollégáink.